Az itt látható képek, szobrok a Pécsi Tudományegyetem művészeti karán végzett művészek alkotásai. Olyanoké, akik korábban akár 25 éve, és olyanoké, akik később végeztek, tanultak itt. Zalaegerszegen született, de Pécsen él és dolgozik Szentgróti Dávid. Friss munkát akart kiállítani, olyat, ami jellemző rá és a művészeti karhoz való viszonyát tükrözi, valamint kapcsolódik a pécsi művészeti élethez. A festőművész Tolvaj Ernő tanítványa volt. 1999-ben az első osztályban kezdtem, az első festő osztályban itt, hogy tényleg 25 éve kezdtem itt a festőszakon a tanulmányaimat, és itt ismertem meg a pécsi iskolát, úgymond, a pécsi modernizmust, aminek egyrészt a szín nagyon fontos eleme, a gesztus és a geometria vagy a szabályosság, és az én festményemben ezt a kettőséget, a szabályos és a szabálytalan gesztusok kettősségét ötvözöm, ezért éreztem jellemzőnek akár az egyetemre, vagy az én festészetemre. Pál Zoltán Munkácsi díjas szobrászművész volt egykoron a szobrászak megalapítója. Ez egy fontos korszak volt, hiszen akkor még léteztek az alkotótelepek, mondja a művész. Hát a siklósi kerámia szimpózion, a villányi szoborpark, és a szoborparkban létrejött a mesteriskola tulajdonképpen, ami elkezdte a legitimációját annak, hogy a tanárképző az átalakuljon, bekerüljön az egyetemre, tehát bekerüljön ebbe az intézményrendszerbe, és akkor a Rétfalvi hívott be engem ebbe a kísérletbe kvázi, és a Rókus utcában ott csináltuk meg az első kísérleti szobrász műhelyet, aztán itt volt egy jó kiállításunk a Pécsi Galériában. Ezek ma már valóban az a generáció, akit itt fiatalon emlékezik erre a 25 évre, Mikia Gábor, Nyári Zsolt, hadd ne soroljam tovább, Péter is, én vittem először külföldre, Linda Brumba szimpozióra, tehát ez egy hihetetlenül izgalmas történet volt, és nagyon nagy öröm, hogy valahogy bekerült az egyetemre, tehát hogy ilyen legitimációt kapott, hogy bekerült a felsőoktatásba. Pécs és a régió komoly művészeti tradíciókkal rendelkezik. Ezen belül is a képzőművészet nagyon erősen mindig jelen volt a térségben, a városon belül. Ez az a közeg, amely lehetővé tette, hogy létrejöhessen a művészeti kar, mondja Lengyel Péter, a kar dékánya, szobrászművész. A középfok után egy felsőfokú művészeti képzés is legyen a városban, hogy 96-ban létrejöjjön a művészeti kar, és aztán ezt követően 99-ben elsőként vidéken akreditáltassunk művészeti képzéseket, hiszen korábban csak a budapesti szakegyetemeken volt művészképzés, vidéken tanárképzések folytak. Ugye ez egy óriási lépés. A legfontosabb talán az volt a kezdetektől fogva, hogy mi nem Budapesttel szemben kívántunk művészeti iskolát alapítani, hanem Budapest mellett méltó szakmai alternatívát nyújtva azon fiatalok számára, akik művészetet szeretnének tanulni. És azt gondolom, hogy az elmúlt 25 évnek a talán legfontosabb tanulsága, hogy e tekintetben abszolút helyt állt a művészeti kar, és ma már olyan teljesítményeket tudunk fölmutatni, amely nem csak országos, hanem azt gondolom, hogy a világ sok pontján megállnak a helyüket. A kiállítást Várkonyi György művészettörténész nyitotta meg a Nádor Galériában Pécsen. A tárlatról bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink.